A víz az egyik legfontosabb anyag az ember számára. Te magad is, mielőtt megszülettél, 9 hónapig vízben csücsültél, a magzatvízben. Ha nem ihatunk, pocsékul érezzük magunkat. A növényeknek is szükségük van vízre, néha szinte szomjaznak, mint az állatok. Rengeteg lény él a vízben, ott szaporodnak, ott fejlődnek, és a vízben vagy a vízből táplálkoznak. A következő kísérletek otthon is elvégezhetők. Felfedezők utánam! Játszunk a vízzel. Milyen is ez a nagyon fontos anyag kicsit közelebbről? Nézzük meg, a víz szintelen, szaktalan, átlátszó folyadék. Kitölti a poharat, vagy a lufit, bármit, azt a teret tölti ki, amiben van. Töltök egy pici vizet ebbe a kanálba, megfognád? És ezt most el fogjuk forralni. Köszönöm. Kell egy kis idő neki, amíg felforr, addig megbeszélhetjük, hogy mi történik. Biztos láttatok már ilyet. Felforr a víz. És? Elkezdi rotyogni. Igen. Gőzölni. Mi fog? Pára lesz belőle, azt hívjuk gőzölgésnek. Viszont, ha nézitek, szépen formál. És azok a buborékok, amik feljönnek, azok is vízgőzből állnak. Tehát alul felforr a vízgőzé, válik, gázzá válik, és az feljön. És elfogyott. És mi maradt utána? Igen, egy fehér folt. Egy fehér folt maradt, igen. Ez a vízben lévő mésznek a maradványa. Hogyha ebből nagyon sok rakódik ki, azt hívjuk vízkőnek. A víznek ez az egyik halmazállapota a gőz, a másik halmazállapota a jég. A jéggel is foglalkozunk egy kicsit. Ehhez be kell állítani egy olyan kísérletet, amely egy kicsit tovább fog tartani. Itt most van két egyforma konzervdoboz, az egyiknek sárga verse, a másik és szürke, ennek különösebb jelentősége nincs. Viszont az egyik dobozba be fogok önteni egy csomó sót. És akkor ezeket most félretesszük, és megnézzük majd egy kis idő múlva, hogy mi történt. A következő kísérletünkben egy nagyobb darab jéggel fogunk próbálkozni. Gyerekek, biztos hallottatok már a Titanic tragédiájáról. Most megnézzük, hogy mi volt ennek a katasztrófának az egyik oka. Beteszem ezt a darab jeget a vízbe, és látjuk, hogy a jégnek a nagy része az lenn van a víz alatt, épp csak egy picike látszik ki belőle. Ha ezt kimérnénk, akkor kiderülne, hogy körülbelül 10%. Erre mondják azt, hogy a jéghegynek csak a csúcsa látszik ki a vízből. Azért van ez, mert a jégnek a fajsúlya az egy picikét kisebb, mint a vízé. Hogyha valaminek fajsúlya van, akkor annak súlya is van. Ennek a palacnak az oldalán én 3 lukat égettem, befogtam most a kezemmel, bemártam a vízbe, és tippeljétek meg, hogy melyik lukból fog legmesszebbre folyni a víz. Alsóban. Tényleg jól látjuk. Ugye a felső víznek a tömege nyomja az alsót, egyre nagyobb a víznyomás. 11 kilométer mélyen az óceánok fenekén már iszonyatosan nagy nyomás van. És hát ezek olyan dolgok, amik az ember számára fontosak a vízben. Most egy olyan dologgal fogunk ismerkedni még, amit lehet, hogy ti is tapasztaltatok, amikor a strandon beledugtátok a lábotokat a tiszta vízbe, és lenéztetek. De ami számunkra csak érdekes, a gázlómadarak számára, a kócsagok, a gémek számára viszont létfontosságú. Anna hajlandó vagy eljátszani egy kócsag szerepét? Ez lesz mondjuk a csőröd, és ez lesz az a halacska, amit neked meg kellene csípned a víz alatt. Az lenne a feladat, hogy amikor megáll a víznek a táncolása, egyetlen egy döféssel próbáld meg a halat eltalálni, a csőröd nem lóghat a vízbe, hiszen a halak azt megérzik és elúsznak, és nem tétovázhatsz, mert a halak nagyon-nagyon fürgék. Nézd végig a pálcán, ahogy a gém véglát a maga, vagy a kócsag véglát a maga csőrén, és utána egyetlen döféssel esd el a halat. Fölé döftél, éhen maradtál volna, ha kócsag vagy,
Hát ezt hívják fénytörésnek, ezt a jelenséget. Hogyha végignézel a pálcán, amikor már a vízbe van, látod, hogy megtörik a vonal, nézd meg. Szóval nagyon, nagyon nehéz dolga van a vízimadaraknak, a túléléshez nekik tudniuk kell, hogy mennyivel kell arrébb csapni, amikor egy halat meglátnak. A következő kísérletünk az a víz és egy szilárd test viszonyát fogja mutatni, amihez egy maszatos üveglapra van szükség. Nem véletlenül maszatos, az egyik végére én gépzsírt kentem, a másik végére ráfújtam impregnálót, és középen pedig a puszta üveglap van. Megfognád ezt, kicsit ezt az üveget? Én pedig vízcseppeket fogok az üvegre rakni, középre a tiszta üvegre, itt a gépzsírra, itt pedig az impregnálószerre. Látok-e különbséget a három vízcsepp között? Igen, a tiszta résznél a vízcsepp az laposabb, a gépzsíros résznél már kicsit magasabb, de az impregnáló résznél ott a legmagasabb. Uh-huh. Hát ezért van az, hogy az emberek a első álló kabátokat, meg a sátrakat impregnálják. A vízimadaraknak csak a zsíradék jut, ők a tollaikra kennek fagyút, amit szintén meg tudunk nézni egy kísérlettel, itt egy szegény madárkának a szárnya van, és hogyha vizet csurgatok rá, az lepereg róla, egy pillanatig meg nem áll. Mert a tollnak a felülete is vízhatlan, és a zsíradék, amit rákent a madár, az is vízhatlan. Közben a kísérletünk szépen halad. Itt van a két edény, amiben jeget tettünk, és ebbe a szürkébe sót is. És azt hiszem, hogy jól látjátok, hogy a sós edénynek a falán zuzmara csapódott ki, illetve vált ki, a másik edénynek a falán pedig vízpára harmatos lett. A jég úgy olvad, hogy nulla fokos vízzé válik, és mindaddig, amíg a jég benne van a vízben, az nulla fokos marad. Viszont amiben sót tettünk, annak a fagyáspontja sokkal mélyebb, ezért lehet sokkal hidegebb a folyadék, ezért van itt az uzmara. Ezt csináljuk télen, amikor sózzuk az utakat, a jég elolvad, még akkor is, hogyha mínuszok vannak, és elfolyik a csatornába. Én ezt most félreteszem, és egy utolsó dolgot szeretnék nektek mutatni. Ez egy darab vízvezetékcső a mi hétvégi házunkból, amiből rosszul engedtem le a vizet, és télen jéggé fagyott. Meg is dagadt a cső, annyira feszíti a jég. Nem csodálkozhatunk ezek után, hogy a víz, illetve a jéggé fagyott víz a sziklákat is repeszt, és hegyeket is málaszt. Herman Otto foglalkozott vidrapókokkal, búvárpókokkal, molnárpoloskákkal, halakkal, gázlómadarakkal, rengetegféle vízi állattal. Mi most pedig azzal a közeggel foglalkoztunk, amely ezeknek az állatoknak és az embernek is olyan nagyon fontos. Thank you.